1985. decemberében hatalmas geotermikus tározóra bukkantak Fábián Sebestyén határában. A víz 180-200 Celsius fok hőmérsékleten, valamint 300-400 atmoszféra felszíni túlnyomással tört a felszínre. Az úgynevezett Fábián 4-es kút azonban környezeti katasztrófával fenyegetett, ezért a körülbelül 100 megawattos vadkitörést el kellett folytani. Bemutatom önöknek Farkas Sándor országgyűlési képviselőt, aki akkor Fábián Sebestyénen a Kinizsi Termelőszövetkezetben dolgozott, valamint dr. Árpási Miklóst, műszaki tudományok kandidátusát, geotermikus szakértőt, valamint dr. Szabó György üdvezetőigazgató urat, aki akkor aktívan részt vett a mentési folyamatok irányításában. Ön a 80-as években a Fábián Sebestyéni Kinizsi Termelőszövetkezetnél dolgozott. Így szem- és fültanúi volt az akkori eseményeknek. Hogyan emlékszik ön vissza? Arra emlékszem, hogy 1985 nyarán vagy kora tavaszán az előkészületek elkezdődtek. Először az útépítéssel, majd egy nagy feszültségű távvezeték épült ide. Itt szembe már arattunk, arra emlékszem, mikor, ha jól emlékszem, akkor itt a toronynak a felállítása kezdődött és a fúrás. Mindig ide kijártunk és szerettünk erre járni, mert mindig érdeklődtünk, hogy mi fog itt történni, mi fog itt lenni, mit fog eredményezni ez a fúrás, és ugye nem csak mi érdeklődtünk ezután, hanem a faluból is és a térségből is nagyon sokan kíváncsiak voltak, hogy mi történik itt Fábián Sebestyén. Bár akkor ez egy kutató fúrás volt, ami úgy gondoltuk, hogy talán egy új dimenziót jelenthet a térségnek, de hát tudjuk azt, hogy ez a kút sajnos decemberben kitört, és utána hosszú évekig a rekultiváció folytatódott, és sajnos még ma is, mint mementó, itt áll ez a kitörésgátló. Kérdezem dr. Árpási Miklós urat, hogy mik voltak a Fábián 4-es fúrás lemélyítésének előzményei, valamint önök hogyan kapcsolódtak a Fábián Sebestyéni munkálatokba? Hát üdvözlöm a Kurca TV kedves nézőit. A Fábián Sebestyén 4-es fúrás az szénhidrogén kutató fúrás volt, és ugye a szénhidrogén kutatás során először a fúrást megelőzően felszíni geofizikai méréseket végeznek, amelyeket lehet szeizmikus méréseknek is nevezni. Tehát a fúrást megelőző mérések során 2-3-4-5 ezer méter mélységben szénhidrogén indikációkat talált ez a szeizmikus mérés, és amely indikációk közül az egyikre mélyült a fúrás, hogy a szeizmika által kimutatott szénhidrogén indikáció ténylegesen megvan-e vagy nincs, és akkor erre fúrták le a kutat. Én akkor a Magyar Szénhidrogén Ipar Kutatásfejlesztési Intézetében dolgoztam, amely intézet foglalkozott egyrészt a szeizmikus mérések kiértékelésével, a későbbi karotás mérések eredményének értékelésével, valamint magának a fúrásnak a tervezésével is foglalkozott, illetve részt vett benne, így személyesen én is. Voltak-e a szénhidrogén kutatási földtani tervezés számára a mélyföldtani geotermális tárolók, akviferek jelenlétére utaló jelek? Hát voltak. Az olajiparon kívül a Magyar Geofizikai Társaság intézet foglalkozott az ilyen jellegű méréseknek a kiértékelésével, mely mérések kimutattak az úgynevezett alaphegységben, 4-5-6 kilométer mélységben olyan töréseket, tehát tektonikus töréseket, amelyek a geotermális fluidum tárolására vagy vezető csatornáival lehettek. Maga az olajipar, mivel a cél az olaj és gáztermelés lett volna, különösebben ezekkel a mérési eredményekkel, illetve kiértékelésekkel szűken véve nem foglalkozott, de tudtuk azt, hogy léteznek ilyen tárolók. Kérem, ismertesse a Fábián 4-es fúrás során történt világon is egyedülálló gőzkitörés történetét.
1985. december 16-án hajnali 4 óra 7 perckor, mikor építették ki a szerszámot a forrójukból, tehát a csöveket emelték ki, akkor egy olyan télen vagyunk, hajnalban vagyunk, sötét van, gyakorlatilag a legénység egy része aludt, sajnos elaludt az a technikus is, aki a fúrási mérőkabinban volt, és a fúró munkapadon lévő munkások, mikor kihúzták ki a szerszámot, akkor egy nagy nyomású forró víz, majd gőzkitörés kezdődött, aminek iszonyú hangja volt. Erre a hangra fölébredt a főforrómester, Kis Sándor, és hát rohant a kút felé, hogy bezárja az úgynevezett kitörésgátlót, de annyira, vagy arra sem volt igazán ideje, hogy mind a két csizmáját fölvegye, csak az egyiket vette föl, és úgy rohant, de hát a kitörésgátló működtető egység nem működött. Közben a kitörés egyre erősödött, nagyobb volt a hangja, és a lyukban lévő csövek egy részét kiszórta a lyukból. Egyik cső ugye ráesett a főforrómester vállára, és ez halálos sérülést okozott. A mentőautó, ami Szentesre jött, mikor betették ezt a szerencsétlen embert, akkor még élt ő, de aztán utána meghalt. Most ez a szomorú rész a dolognak, utána 44 napig bőgött ez a kút, tehát a gőzkitörés folytatódott, különböző módszerekkel próbálták elzárni, megszüntetni a kitörést, a végén 86. január 31-én sikerült nagy falsúlyú fúrási iszap benyomásával elfojtani a kutat. Megváltoztatta-e ez a gőzkitörés, illetve az utána végzett rétegvizsgálatok és új geofizikai mérések a terület és az ország geotermális mélyföldtani térképét, valamint a villamosáram termelős lehetőségeiről korábban alkotott véleményt? Hát igen, megváltoztatták méghozzá jelentősen, hiszen mondtam, hogy korábbi mérések, elméleti megfontolások voltak, mérés eredmények is mutattak arra, hogy vannak olyan geotermális fluidum tárolók, amelyek hőmérséklete felszínen 100 foknál nagyobbak, és hát a nyomások is megfelelő, tehát a villamos áramtermelésre alkalmazhatók, igénybe vehetők, de ezek tulajdonképpen orvosi hasonlata léve, ezek ilyen alsó hasfali röntgenek voltak, de a sebészeti beavatkozást maga a fúrás jelentette. Ez a fúrás mutatta ki először Magyarországon, hogy igenis ezek a tárolók léteznek, és ezek a tárolók adott mélységben alkalmasak arra, hogy ezekből a rezervoárokból vagy akviferekből nagy mennyiségű, 100 fok feletti hőmérsékletű és nyomású geotermális fluidumot lehet termelni, amelyekből több lépcsőben villamos áram termelhető, állítható elé, de a felszíni hőmérsékletet illetően, mivel ez egy kitörés volt, egész pontosan nem tudták mérni a felszíni hőmérsékletet, hiszen itt a cél nem a mérés volt, hanem hogy elfojtsák a kitörést, de hozzávetőleges becslések szerint a felszíni hőmérséklet a kitörés során 180 fok körül lehetett. Ennek a mért alátámasztása a 12 kilométerre lévő nagyszélás három fúráson történt, ahol kimérve 171 fokot mértek. Kik oltották el a gőzkitörést? Egy szervezett csapat munkáról volt szó, amelynek voltak magyar és amerikai tagjai. Az amerikaiak azért kerültek képbe, mert a MOL jogelődje egy hitel akció alapján finanszírozta az egész fúrást, és a
pénzügyi hitelező kötelezővé tette amerikai árfolytó csapat alkalmazását. Így hívtuk be a Red Eder nevű cég csoporttagjait, magát a tulajdonos is itt volt, volt szerencsém vele együtt dolgozni. Ön személyesen is kapcsolatban volt az amerikai mentőcsapattal, sőt utána még az amerikai Egyesült Államokban tárgyalt is a kitörésgátló céggel. A mentőcsapattal évekkel korábban már kapcsolatba kerültem egy más kitörés kapcsán, amikor is konkurensek voltunk, én a magyar kitörésvédelmi csoportot ajánlottam. Ő pedig a saját szolgálatait, a kút magától beomlott, úgyhogy egyikünket sem alkalmazták. Azután érdekes módon találkoztam a kuvaiti tűzoltással kapcsolatban, mert ők ott is dolgoztak, és élvezhettem a ennék szeretetüket Houstonban is. Nagyon sok szakmai tapasztalatot lehetett szerezni. A híresztelések szerint a gőz rádióaktív anyagokat is tartalmazott. Valóban így volt ez? Hát nem. Ez egy, mondhatnám úgy, elég rossz indulatú feltételezés, mert állításképp nem fogadható el, hiszen a kitörés során minden munkásnak a zsebében egy doziméter volt. Pontosan azért, hogy ha rádióaktivitás lép föl, akkor ezt jelezze, de hát soha egyik munkásnak a zsebében nem szólalt meg a doziméter, azon kívül a vízminták alapján semmiféle rádióaktivitás nem mutatható ki, vagy nem volt kimutatható, tehát a kőzetek nem rendelkeznek természetes rádióaktivitással, valamint hát az sem igaz, hogy a felfelé, majd oldal irányba áramló gőzből mondjuk rádióaktív anyagok csapottak volna ki. Ott is mértek, ott sem mutattak ki semmiféle rádióaktivitás. Összefüggnek-e a Fábián 4-es, illetve Nagyszénás 3-as kút nedves gőztározói? Nem tudjuk. A felszíni geofizikai mérések alapján feltételezhető. De hát mind a két fúrás tulajdonképpen egy nagyon mélyre, 8-10 kilométerre hatoló repedésen keresztül kapta az utánpótlást. Magyarul a nagy nyomású víz az alulról fölfele áramlott a kútban, mind a két esetben. Ez onnan lett világos, hogy vannak úgynevezett szilícium hőmérők, amelyek azt a hőmérsékletet mutatják, tehát a víznek azt a hőmérsékletét adott mélységben, amelyben korábban volt. Na most a mérések alapján egy adott mélységben a víznek a hőmérséklete több fúrásban is, mind a kettőben is 40-50 fokkal nagyobb volt, mint a réteg hőmérséklet. Hát hogy lehet ez? Csak úgy, hogy a víz alulra jött, mondom 8-10 kilométer lehatolású mélységű repedésekről van szó, amelyeknek a hossza 4-5 kilométer és a szélessége 620-1000 méter. Most mind a két fúrás ilyen repedést kapott el, az első az tudatlanul, mert nem számítottak erre, a második meg már aztán szinte tudatosan is az magyar olajipar a Nagyszénás 3-ason végzett célméréseket, de hogy az, hogy a két tároló összefügge, ehhez kevés adatunk van, nem tudjuk, de ezt ki lehet majd mérni, csak hát megfelelő mérésekkel eddig nem tudjuk, válaszom az, hogy nem. Hasznosítható-e a Fábián 4-es gőzkút, illetve mik a geotermális fluidum, nedves gőzkészletek reális hasznosítási feltételei és lehetőségei a jövőben? Hát a Fábián 4 fúrásból a jelenlegi állapotában nem termelhető nedves gőz, azért, mert a 2000 méter körüli vagy alatti mélység az hát vasbetont jelent, ugye hát csövek meg cementek vannak biztonsági okokból lent.
A felső része, tehát 2000 méterig hasznosítható melegvíz termelésre, 90-95 fokos vízről van szó, és ezzel a termálvízzel lehet fűteni egy megadott területű, tehát mondjuk 3 hektáros zöldmezőben telepített növényházat. Egyszer ez. A másik, ennek a lyuknak a felhasználásával, ennek a fúrásnak a felhasználásával lehet egy kifertített fúrást mélyíteni, 4000 méter mélységig körülbelül, amely ugyanazt a tárolót, vagy ugyanazt a repedést ugye, találja el, mint a Fábián 4. Tehát lehetőség van nagy nyomású és nagy felszíni hőmérsékletű fluidum termelésére, mely fluidum úgynevezett kapcsolt energiahasznosításban hasznosítható, amelynek első lépése a villamos áramtermelés, két módon, tehát bináris áramfejlesztővel és gázmotorról való hasznosítása, mert ez a víz igen nagy a gáztartalma, tehát egy köbméterben 5-6 köbméter oldott gáz van. A második, első-második lépés után pedig a úgymond lehűtött víz, 70-75 fokos víz, pedig egy növényháznak a fűtésére szolgálhat. Ez lenne a harmadik lépcső, tehát az energiakaszkád rendszerű hasznosítás harmadik lépcsőjét a növényház jelenti, amely után jöhet a negyedik is, egy termálvíztó, vagy egy víztó, vagy haltenyészet, vagy ilyesminek a létesítése. Na most az egész hasznosítás egy angolul dubletnek hívják, de magyarul kútpáron van elképzelve, hiszen csak azon lehet elképzelni. Magyarul azt jelenti, hogy a termelt és hasznosított geotermális fluidumot a hasznosítás után visszahelyezzük a tároló rétegbe, így egy zárt rendszert alakítunk ki, amely semmiféle fajta se rezervuár vagy készletvédelmi aggályokat nem támaszt, környezetvédelmi veszélyeket nem jelent, mert mondom, zárt rendszer, tehát ilyesmi nem merülhet föl. Van-e akadálya az úgynevezett nagy entalpiájú jelentős hazai készleteink hasznosításának? Hát sajnos van. Hát a magyar geotermiának is, illetve a kiterjesztésnek is vannak akadályai. Ebben benne foglalhatnak ezek a nagy entalpiájú készletek. Konkrétan az, hogy fölmerül az a kérdés már régebben is, hogy lehet-e ezeken a tárolókon alapulva Magyarországon villamos áramot termelni. Na most ez a kérdés íróasztal mellett nem dönthető el. Ez a kérdés csak irányított terepi célmérésekkel lehet. Ennek egyik objektuma lehet a Fábián 4 fúrás. Általában ugye a geotermális energia hasznosításának vagy kiterjesztésének Magyarországon 4 együtt jelentkező feltétele van. Egyik a politikai akarat, a második a jogi helyzet stabilitása, a harmadik a pénz, a negyedik pedig a szakértelem. Most visszafele mondva, a magyar szakértelem erre megvan, illetve hát megvásárolható az a külföldi szakértelem, hogy Magyarországon nincs. Mert még áramot nem fejlesztett senki Magyarországon. Megjegyzem, hogy a magyar-osztrák határtól 10 kilométerre, még a régi Magyarország területén működik ilyen bináris áramfejlesztés. A harmadik az pénz, ami ugye egyértelmű, pénz mindenhova kell, illetve hát mindenhez majdnem, hogy pénz kell. A második a jogi háttér. De most röviden mondom, lehet, hogy sarkosan fogalmazok, de a jogi háttér az egy szóval skizofrén. Magyarországon. Visszatérek erre, de az első peget a politikai akarat. Én, mint a Magyar Geotermás Egyesület alapító elnöke és első elnöke, hát elég sok politikai pártot megkerestem, az Egyesület nevében próbáltam támogatást szerezni, de akkor minden politikai pártról én visszapattantam. Ön már az első Fidesz kormány idején is foglalkozott ennek a kútnak a sorsával. Akkor úgy tudom, tartottak egy szakmai konferenciát is a témában. Ez a konferencia milyen eredményeket hozott?
Az akkori viszonyok között az a szakmai megállapodás vagy megállapítás történt, hogy drágábban tudtuk volna körülbelül 2 forinttal az 1 kW villamos energiát előállítani ebből a kútból, vagy az ehhez szükséges technológiának a felépítésével, és akkor ez úgymond elodázásra került, tehát nem került a megvalósítás tárgyává, de azóta is foglalkoztat ez a kérdés, nem csak engem, hanem azt hiszem nagyon sokunkat, hogy ez jobb sorsra érdemes, és talán egy új dimenziót, egy új lehetőséget jelentene itt az Alföld közepén ennek a kútnak a hasznosítása. Az akkori szakmai konferencián átbeszéltük akkori, hát ez 1999-2000-ben volt, ha jól emlékszem. Hát ennek azért már így is, úgy is elég régen, mondhatnám 15 éve, hogy ez megtörtént. Az idő telik, a helyzet nem változott, most viszont megpróbálunk új erőre kapni, és megpróbáljuk ennek a kútnak az ismételt hasznosítását napirendre hozni, napirenden tartani. Hát majd kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog sikerülni. A jogi helyzettel kapcsolatban, mivel a geotermális fluidum, mint olyan nevezük termálvíznek, ez megújuló energiaforrás, és ilyen szempontból különbözik a fosszilis energiáktól, lásd, kőszén, lignit, olaj vagy gáz, mert azok nem megújuló források, ha kibányászunk, elégetjük, és a hasznosítás során megsemmisül. A termálvíz nem. A termálvíz újrapótlódik, és hát újra felhasználható. Ezért a jogi alapja, élményem szerint, alapjának másnak kéne lenni, mint a előbb említett szénbányászatnak, vagy a szénhidrogénbányászatnak a jogi alapját illetően, mert hát ez egy különleges, egzotikus energiaforrás, amiben Magyarországon nagyon sok van. A világon több országban és létezik önálló megújuló törvény, lásd Németország, ahol támogatják is a megújulókat, legyen a szél, legyen az biomassa, vagy nap. Magyarországon ezek közül a legnagyobb háttérrel a termálvíz, tehát a geotermia rendelkezik. Mondjuk árapály erőművet nem lehet Magyarországon létrehozni, de ez más tészta. Na most a megújuló energiaforrásokon belül létezik több országban termáltörvény. Tehát az én, nem az én javaslatom ez, hanem még az Egyesület korábbi életében, tehát 10-15 évvel ezelőtt fölmerült egy önálló magyar termáltörvénynek a létrehozása. Na most az sem sikerült, de az aktivitása, aktualitása megvan ennek a törvénynek. Tehát lényegében itt jogilag így kellene rendezni a dolgokat. Másrészt pedig hát lehet apróbb, úgymond kisebb jogszabály hasznosítás módosítással ezt megkezdeni. Például van ez a 2500 méteres határ, ami a zárt területet jelenti. Ezzel tulajdonképpen a magyar földtulajdonosoktól is elzárják az országnak a mélyebbik felét. Tehát a 2500 méter alatt csak koncesszióval lehet ezt igénybe venni, ami azoknak kedvez, amely társaságoknak ugye van pénzük erre. Hát egy magyar földtulajdonosnak, kertésznek erre nincs. Mondom, ez a javaslat, vagy a javaslatunk, mondhatom így, ez él, megvan. Hát ehhez kellene, mondjuk ehhez is egy bizonyos értelemben politikai támogatás. És még, tehát a kettő így összefügg. De hát eddig még nem sikerült se politikailag, sem támogatást szerezni. Így aztán pénz sincs erre, de hát jogilag erre szükség lenne a rendezés érdekében. A jövőben milyen hasznosítási lehetőségeket lehetne elképzelni? A hasznosításban szerintem azóta sem változott semmi. Ennek a kútnak elsődleges hasznosítása lehet egy akár egy energiatermelés, aminek a mértékét megállapítani, meghatározni most rendkívül nehéz.
Ez az elsődleges energiacélú hasznosítás, második pedig az arra rákapcsolódó alternatív energiák, mint akár egy hőcserélőn keresztül egy magas hőfokú energiával ellátott akár üvegházrendszer, vagy akár állattenyésztő telepek fűtése. Nagyon sok minden beletartozik ebbe az elképzelésbe, de tudnunk kell azt első körben, hogy ennek vagy egy másik kútnak, ami szintén itt kerülne megfúrásra, milyen szakmai paraméterei vannak, milyen teljesítménnyel bír. Hát ezt először is egy kísérleti fúrással kellene valószínű megoldani, vagy megvalósítani, és utána lehetne álmodni, hogy hogyan tovább. A mostani jogszabályi környezet milyen lehetőségeket ad egy ilyen kút üzemeltetésére? Nem egyértelmű elképpen, ezért biztos, hogy bizonyos jogszabályi pontosításokat kell elvégezni, ami szerintem megfelelő fogadókészség van erre egyértelműen. Én bízom abban, hogy az új kormány erre sokkal nagyobb figyelmet és sokkal nagyobb lehetőséget fog biztosítani, mint eddig. Hát de természetesen addig még nagyon sok munkát el kell végezni. Kívánunk itt valamikor a nyár folyamán egy olyan szakmai, politikai egyeztetést, amikor ez megfelelő támogatással bírhat egy ilyen új objektumnak a kialakítása. Köszönöm, hogy mindezt elmondta a nézőknek. Köszönöm szépen. Mi a jövő útja a hazai megújuló és környezetbarát geotermális készletek hasznosításának? Hát a magyar geotermális készleteket illetően, ha megkérdezik tőlem, hogy mekkorák, akkor egy szóval azt mondom, hogy sok. A hasznosítás meg nagyon kicsi, kevés. A készleteinek a 40 milliomod részét hasznosítjuk. A tovább lépést a korábban említett négy tényező együttes megléte esetén műszakilag vagy földtanilag azt jelenteni, hogy mivel ugye előbb mondtam, hogy az, hogy lehet-e villamos áramot termelni Magyarországon, ezt a kérdést íróasztal mellett nem lehet eldönteni. Ezért szükség lenne úgynevezett geotermális referencia vagy mintaprojekteknek a létrehozására, amelyben projektrendszerben hát meg lehetne valósítani egy-egy projektet, amelynek ugye az első lépcsője a irányított hosszú célmérés, ezt magyarul próbaüzemnek mondjuk, tehát azt, hogy a termelő és a visszahelyező kutnak milyen tartós műszaki paraméterei vannak, magyarul, hogy az a kút, ami ma termel mondjuk 2500 köbméter per naponta, tehát vízmennyiségről beszélek, az 25 év múlva mennyit fog termelni? Na most ezt ki lehet mérni, de ilyen módon ez nem csak lehet, hanem ez kötelező. Tehát ez az íróasztali munka, illetve ez az, hogy íróasztal nem lehet dönteni, de ezzel szemben van az, amit nem én találtam ki. A Barbágyugaton ezt csinálják ebben a vonatkozásban, hogy próbaüzemeket létesítenek, és a próbaüzem eredményei alapján építik a rendszert. Minden geotermális projekt a világon eddig hitelből valósult meg. De hitelt csak akkor adnak a bankok, ha megvan ez a próbaüzem utáni kiértékelő tanulmány, amit úgy hívnak magyarul, hogy megvalósíthatósági tanulmány. Ennélkül pedig ugye nem lehet tovább lépni, de ha ez megvan, akkor ez a továbblépésnek a biztos műszaki, földtani és hát pénzügyi alapját jelenti. Itt a pénzügyet illetően hát itt igénybe lehet venni ugye, magyar pénzt, tehát állami segítség, magántőke, külföldi tőke, az EU alapjai, tehát ilyen, ugye, a pénznek nincs szaga, de hát hogyha ilyen jelentkezők vannak, tehát befektetők, én elég sokat találkoztam, akkor megfelelő, hát jól megírt tanulmányok alapján egy társaság keretében ezt a munkát el lehet végezni, és meg lehet valósítani egy-egy projektet lépcsőzetesen, és hát induktív módon, tehát a kicsiből, a könnyűből indulva a nagyobb és a bonyolultabb felé. Fábián Sebestyén esetében is
ugye megvalósíthattam az, hogy vagy a jelenlegi fúrójuknak a felhasználásával, tehát kifedített lyuk mélyítésével, vagy egy teljesen új termálvíz kutak a létesítésével, ez a projekt kivitelezhető. De hát megfelelő szakértelem mellett. Úgyhogy ezt tudnám mondani erre. Mindannyiuknak köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük. Ezzel a filmsorozattal a Kurca TV Agrárpercek című műsorának szerkesztője felszerette volna hívni a figyelmet arra, hogy milyen páratlan természeti kincs található hazánkban, valamint tisztelegni szerettünk volna azok előtt a bányászok előtt, akik hősies munkájukkal megfékezték ezt a kitörést.